Az ország hat legjobb U20-as lány röplabda csapata lépett pályára Nyíregyházán. A hazaiak 24 győzelemmel és 2 vereséggel kerültek a döntőbe, ahol a csoportmeccsek során az MTK-val és a Békés Csabával mérték összetudásukat. A riválisoknál már szerepet kaptak a korábban nem játszó extraligás játékosok is. Pénteken játszottunk első körbe az MDK, délelőtt az MDK csapatával, ott szoros mérkőzést játszottunk, 3-1-re sikerült nyernünk, majd délután pedig a Békés Csaba csapata következett, ahol 0-2-ről tudtuk megfordítani, és sikerült 3-2 arányban győznünk. Így csoport elsőként ugye már 4 között voltunk, és akkor szombaton este 7 órakor az utolsó mérkőzést játszottuk a további elődöntőbe jutott csapattal, aki ismét az MTK lett, és azon a meccsen sajnos nem sikerült megismételni a pénteki teljesítményünket. Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, végül 3-1-re kikaptunk az MTK-tól. A harmadik helyről döntő mérkőzésen ismét a Békés Csaba ellen lépett pályára Erdősné Balog Erika együttese. Először én egy kicsit féltem tőle, hogy ez az elődöntőnek az elvesztése rányomja a bélyegét a lányok teljesítményére, de nem, mert hál' Istennek nagyon összeszedetten, nagyon szép játékkal sikerült 3-0-al legyőzni a Békés Csabát, és így a miénk lett a bronzérem. Összességében elégedett vagyok, persze az ember mindig gondol arra, hogy ha, a sportban nincs ha. Ugye ez is egy tanulási, ahogy mondta Pampuk Csaba kollégám, ez is egy tanulási folyamat. Meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy ha elődöntőbe vagyunk, akkor hogy kell készülni. Ha újra játszunk egy olyan csapattal, akit már megvertünk, azt hogy kell még egyszer újra megvenni, amit sikerült ugye a Békés Csaba ellen, mert gyakorlatilag itt a hétvégén itt mi csak az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk össze, és egyértelműen a mi csoportunk volt a sokkal erősebb, hiszen a második, harmadik és negyedik helyezett csapat is innen ebből a csoportból került ki. A döntőben az Újpest 3-0-ra legyőzte az MTK-t, és ezzel megszerezte a bajnoki címet. A torna legjobban védekező játékosának, a nyíregyházi Farkas Grétát, a legtechnikásabb játékosnak csapattársát, Rufin Martinez Liliant választották meg a szakemberek. A legjobb hazai játékos címet megosztva Pampuk Gréta és Tolnai Janka kapta. A nyíregyháziak közül 5-en a hétvégén ott lesznek a budapesti U17-es bajnoki döntőben pályára lépő csapatban, amelyet szintén Erdősné Balog Erika irányít majd.